A Rádiószínház bemutatója. A piros oroszlán. Vészi Endre hangjátéka. Főváros lettünk. Ide költözött a kormány. Az ország csücske lettünk, de a szíve is. Veszettől dobog ez a csücsök. Itt nyomtatják az újságokat, és megérkezett az állami ítélet végrehajtó. Köztisztviselő. Nyugdíjas állás, akár csak az enyém. A nyugdíjat folyósítani kell. Akárki lesz az úr, folyósítani kell. Ezt én mondom, az útkaparó. Persze az én szavam. Egyáltalán minek ide útkaparó? A tankok elvégzik. Nincsenek többé utak. Azelőtt azt mondtuk, mi vagyunk a határ, és határ sincs. Akárki átlépheti, az egész ország úgy lehet. Én is itt vagyok a régi vámházban. Behúzódtam ide. Már mindent elvámoltak. De én itt maradok, mert nem bocsátottak el, és azért is, hogy lássak és halljak. Na meg a nyugdíj miatt. A nyugdíjat folyósítani kell. Akárki lesz az úr, folyósítani kell. Leventék. Tegnap még cucli volt a szájukban. Nyalóka. Nem szokták meg a mundért. Viszik őket kifelé. Emberanyag. Aztán jönnek mások is. Reggel bocskoros férfiakat tereltek. Görögök. Görögök. Némák voltak, mint a kő. A foglyok a földet nézik, nem énekelnek, nem szólnak. Nem vezénylik nekik, hogy nóta, egy-kettő, egy-kettő, bal-jobb, bal-jobb. Emberanyag. Ezek meg románok itt. Ezek is némák, mint a kő. Emberanyag. Ezek meg szerbek. Emberanyag. Na, ti rácok, bunyevácok. Megy mindenki kifelé. Kieresztik őket, mint a vért. Emberanyag. Úgy látszik, én vagyok itt a portás. Viszik a hullajelölteket. Emelem az ujjam a sapkához. Az aranyozott zsinórhoz. Szebb jövőt. Adjon Isten, uraim, szebb jövőt. Thank you.
Aztán hogy ennek a kocsmának ilyen marha neve van a piros oroszlánhoz? Régi história, egy szerkesztő úr. Nem érdemes vele törődni. A cégtáblát, ami rajta volt az oroszlán, még az előző gazda levitette a pincét. Régi, nem régi, van időnk. Háborúban ráér az ember. Halljuk csak a mesét. Na? Meg aztán elnézést a szóért, de záróra ideje lenne. Záróra? Mi az, hogy záróra? Még az ország vérzik, meg a zárórát csinál? Hát háború van, statárium van, szigorúak a rendelkezések, be kell tartanunk, kérem. A város tele mindenféle urakkal, kormány, főhadiszállás, mi egymás, könnyen kitekerik az ember nyakát. Nem kell begazolni, főnök úr. Először is ez nem város. Az Isten háta mögött van a maga kocsmája, és ez az öreg bámász. Hát ki ellenőrizné itt magukat? Teája van? Van, kérem. Hát akkor hozzon egy rumot, tea nélkül. Mire vár? Rumot mondtam. A záróra pedig a mi gondunk. Igen is, kérem, hozom. Megszívja magát, mint a poloska. Kövére hízik a vérünkön. És még hogy záról. Az ilyen paraziták szeretnek a jogra hivatkozni, a rendeletekre. Mám a 8 feketézőt állítottam a falhoz. Harcoló katonáinktól vonják el a zsírt. Tessék parancsolni a rum. Isten is! Isten! Én kíváncsi vendég vagyok, Tatos. Halljuk csak azt a mesét. Újságíró létedre csak kíváncsi lehetsz. Na, mondja már. Hát, mondom, nem nagy ügy. Vagy 100 évvel ezelőtt élt itt egy olasz piktor, ami hideg hegyeink közt valami szicíliai. A disznó taljánya. Ezek is jó benhagytak minket. És a román szövetségesek azok, nem? Szóval ez a piktor örökké fázott, vacogott, reszketett, pálinkával melengette magát, ha jutott neki. Egyre csak azt mondta, hazamegy, de sose ment. Állítólag egy lány miatt maradt. A képei meg a kutyának se kellettek, így vette ide aztán az a régi kocsmáros irgalomból, itt a söntés mögött van egy kamra, az volt a szállása, sokszor egy hétig föl se kelt a vackáról. Egyszer aztán hálából azt mondta a kocsmárosnak. Na hát, maga jó ember, magának van szíve a művészet. Festek is magának öreg egy olyan cégtáblát, hogy még Bécsből is idejönnek megcsodálni. De snapsz is kellett a művészethez, mi? Kell a jó mindenit. Művészethez minden. Isten, na, egészség. Így aztán festett egy oroszlán. Eleinte úgy képzelte, hogy sárga, aztán, hogy lila. A végén átmázolta pilosra, mert a többi színből kifogyott. Ez a maga nemesi levele, így mondta a kocsmárosnak, ehhez tartsa magát. Lehetett még elgondolása, de közben meghal. Hát, ez elég szimpla mese. Ezt nem lehet nagy betűkkel kimondani. És hol az a cégtábla? Valahol a lomok között, a pincében, vagy a padláson. Az a talján, te a piszok csalója, meghalt. Ő is külön békét kötött, és a nyakunkra hagyta a piros oroszlán. Elnézést kérek, de erre jöhet az őrjárat. Őrjárat? Megint a zárórával kezdi? Vegye tudomásul, hogy itt én vagyok az őrjárat. Amit bámul? Behúzom a külső ajtót, és az urak maradhatnak, ameddig kedvük tartja. Egészségünkre. Isten. Békességes, jó estét! Záróra, halálosan, záróra! Estét. Nekem nem. Én ezentúl itt lakom. Itt a beutalás, tessék. A kormánybiztos úr aláírása. Tulipán János vagyok. Állami ítélet végrehajtó. Isten hozta Tulipán úr! Töltsetek, fiúk! No. Isten hozta közöttünk! Mi hír a szakmában, mi? Több komolyságot, uraim! Nekem hivatásom van. A feleségemmel és kislányommal költözünk ide. Zongora van. A kislánya most tanul zongorázni. Schubertet játszik.
A beutalás 3 szobára szól. Hát zongora van a tulajdonos szobájában, de itt valami tévedés lesz, méltóságos uram. Jogi személy vagyok, de nem méltóságos. Ilyen pozícióban még lord is lehet az ember Angliában. Az igaz, hogy a tulajdonos elköltözött, és összesen 4 szoba van odafent, de nekem is laknom kell valahol, meg a feleségemnek, meg a kisegítő személyzetnek, egy kis árvalánynak, akinek az édesapja hősi halált halt az orosz fronton, és egyetlen szem fiam Fehérvárnál harcol az első vonalban. Tehát vitatja a beutalás körültekintő gondosságát. Dehogy vitatom én, méltóságos uram. Nékem elegendő lenne 2 szoba is, de nem korrigálhatom a felsőség intézkedését. Én mindig engedelmeskedtem a törvénynek, a parancsnak, az előírásoknak. Betartottam a szabványokat, a jogszokásokat. Engem senki se vádolhat, hogy ártatlan vér tapad a kezemhez. Az én kezem tiszta. Azért maradtam a helyemen, mondták is az urak. A kormány helyzete labilis, tulipán helyzete stabil. Tehát reggelre kiüríti mind a 3 szobát. És én is a családom, a kislány, a hadiárma. Nagyon sajnálom, be kell tartanunk a rendelkezéseket. És maguk főznek majd mi ránk. Hogy főz a felesége, kérem? Nekem diétás koszt kell a magas vérnyomásom miatt. Azt hiszem, értjük egymást. Itt valami hibázik a kréta körül. Tisztelt kolléga. Mi hozzám tetszik szólni? Nekem is van egy kis beutalásom. 2 szoba. Ott, ahol éppen van. És a nemzetvezető írta alá. Tessék, saját kezüleg. Kérem, ennyi szoba nincs is. Nem is szólva, hogy a korcsma tulajdonos, mert én csak bérlő vagyok, kérem, átmenetileg Burgenlandba költözött a rokonaihoz, és a nagyszobában raktározta el a bútorait, és az egészet hatóságilag lepecsételtette. Megkérvényezzük azt a lepecsételt szobát. Vagy egyszerűen leverjük a pecsétet. Azt már nem, én jogi személy vagyok, kérem. Megkérvényezzük. Hogy lássa, ki vagyok a 2 szoba közül. Az egyikről lemondok. Na igen, hát ez már valami. Ez tónus. Majd elosszuk valahogy. És ha már itt tartunk... Na, üljön le közénk, tulipán úr. Hálva még egyezkedni se lehet. Tölthetek? Nem leszek ünneprontó, bár a vérnyomásom miatt tilos. Nem azért mondom, kérem, de 10 óra múlt, záróra, záróra. Ha megengedik az urak, közös akarattal meghosszabbítjuk. Ez a nagy helyzet, Aranka. Mehetünk a söntés mögé a kis raktárba. Ez csupa nedvesség meg, penész! Ezt jól elintézted! Én intéztem el, én? A gyávaságod! Hogyan zsufolódjunk be 3-an abba a lyukba? Jogunk van egy szobához idefent. Miért nem nyitottad ki a szád? Ha kinyitom a számot, elveszik az italjogot, hogy mehetek a frontra. Amíg ez tart, addig én fogom a pofám. Amíg ez tart. És mit gondolsz, meddig tart ez? Ez a farsang. Az én dolgom? Épp az este mondta az egyik vezérkari, most már bevetik a csodafegyvert. Na, hát, ha bevetik, akkor tart. Én nem tudom, mi lesz holnap vagy holnap után. Csak annyit tudok, hogy most kussolni kell. Mi ne hősködjön az ember? A hősködés és a gyávaság között még van valami? Hát igen, félek! Ezt akarod hallani, mi? Féltem azt a koszos senki életemet, meg a tiedet, meg a Sanyit. Sanyi? Ki tudja, mi van Sanyival? 2 hónapja egy sort se írt. Na, mi Sanyink, okos, meg ügyes. Meglásd, ha egyszer vége lesz, beállít. Virág a gablukban. Virág a gombjukban. Hát a gyáva ember így beszél. Majd jóra fordul minden, ha egyszer vége lesz. Azt hiszed, hogy az oroszok Promenclivel lövöldöznek?
te meg odaállsz gazsulálni, hízelegni, szolgálni. Te reggel veszed a kabátodat, bemélj a városházára, és visszakövetelsz egy szobát. Könnyű ezt kiadni parancsolatba. Hogyan férjünk el abban a lyukban? És a kislány? Hol alszik a kislány? Itt szerzünk neki szállást. Beszélek Szőlősiért. Miért nem mindjárt a tábori bordélyba tennéd? Nem tudod, hogy Szőlősiné még a saját lányait is árulja? Ki jár odakint? Én vagyok a Ranka néni. Miért vagy te még mindig ébren, Viola? Nem tudok elaludni. Gyere csak be! Forgolottam, fölkeltem. Kiszelloztattam a söntést, de nem mertem lemaradni egyedül. Az ablakokat nyitva hagytam. Olyan ez az éjszaka, mintha mindenütt kiabálnának. Na, feküdj csak le. Korán kelünk. Várok valamit. Vársz? Mit vársz? Mire vársz? Rosszat. Ha! Az apád is ilyen volt szegény, ilyen képzelődős. És mindig tartott valamitől, de mindig. Ne. Elveszik tőlünk a szobákat. Reggel leköltözünk a kis raktárba. Csak lenne egy hely, bármilyen is, ahol csend van. De nincs csend, sehol sincs csend. Lenne egy hely, ahol az ember maga marad a kedveseivel, akiket nem is lát, nem is hall, csak tud maga körül. Megtetszenek látni, holnap kapunk levelet Sanyitól. Azt mondják, oda len a cenzúrán zsákszám fekszik a levél. Ha Antal bácsi ügyeskedik, kihozhatja Sanyiét. Tessék a kabátja alá venni két üveg kis üstét. Hát ha van levél, akkor amúgy is ideadják. Ha meg nincs levél, minek a kis üstét? Kis üstét van, okvetlenül van. Na. Kis üstért előteremtik azt a levelet. Na. Lemegyek, bezárom az ablakot. Viola. Kis jár. De meg Sanyi, ti ketten ugye jól megértitek egymást. Ja. Csak azért, mert a gyerekkorunk egyformán közelesik. Mindent egyformán tudunk. Köztetek valami szerelem is van? Vagy volt? Van. Baj? Dehogy is. Csak itt volna melletted. Velünk. Én azt mondtam neki. Ha csak tudsz, gyere. Nem szabad meghalni. Minden plakát azt mondja, menj! Menj meghalni! Minden újságban ez áll. De ha leheveredsz a fűre, jól magadba szívod a keserű földszagot, nézed a szaladó felhőket, akkor úgyis én jutok az eszedbe, és meghallod, amit üzenek. Gyere haza! Nem szabad meghalni. Minden este ezt mondom neki. Ha látok valahol egy katonát, megüzenem. Nem szabad meghalni. Összehúztuk magunkat, és kész. Sok jó ember kis helyen is megfér. Meg vagyunk. Meg. Háborúban mindenki meghozza a maga áldozatát. Hmm. És meghozatja a maga kis rumocskáját. Én is kérem rum. Én egy forró teát kérek, kevés rummal. Én meg sok rumot. Te a nélkül. Parancsára. Nekem ugyanaz. De aprózza, egy üveg rumot! Igenis, egy üveg portorikó. Lógatja az orrát, amióta kiköltöztettük a lakásba. Ocs már egy figura. Ellenben ez a kis rokonjány, formás jószág. Macipángalam. Én már ilyesmire nem gondolhatok. Nálam első a családi élet.
A kislányom idén érettségizett volna. Zongorára tanítatom. Schubertet játszik állandóan, de állandóan. Nálunk, a mi otthonunkban békesség, nyugalom. Otthonunk? Hol van nekünk otthonunk? És hol lesz nekünk otthonunk? Én a maga helyében úgyis, mint állami ítélet végrehajtó, nem lennék ilyen kis hitű. Moment! Kis hitű? Hát van egyáltalán szükség rám ezen a világon? A tekergők elvégzik az igazságszolgáltatást, mert minden útszéli fa foglalt. A tisztelt számon kérő szék. Van valami kifogás ellene? Én oda tartozom. A parancsolja, továbbíthatom a panaszát. Moment, mondtam én valamit? Csak annyit, hogy az embert, aki egész életében megszokta a munkát, bántja a munkátlanság. Fiatal házas koromban a fakházban laktunk, de az asszony egyszer megváltott munka közben, és máshová költöztünk. Pedig micsoda komfortos lakásunk volt. Tessék a rumot, amit tüstét hozom. Igen, te is, te öreg plutokrata hóhért. Te békebeli figura. Isten, Isten! Nem, nem, megfogadtam a feleségemnek a vérnyomást. Legfőjebb megüt a gutha. Na, igyál! Elakasztjuk előled a portékát, mi? Nem mérheted stopper órával a halált, mi? Szerusznak! Isten, Isten! Ugyanazon a bárkán utazunk mindnyájan. Ne bántsuk el. Úgy, a legjobb a békesség. Tessék parancsolni itt a tél. Arra, testvérkéim, hogy húsvétkor Pesten ünnepelünk. Igen, igen, igen. Jó estét, uram. Halálcos, tiszteletben vezérőn nagyon szíveskedjék az ajtót az első tépítés miatt. Igen. Gyere beljed, Mária. Jó estét. Kezi csókolom. A feleségem. Kész csókolom, méltóságos asszony. Tessenek talán helyet foglalni mi közöttünk. Parancsoljanak. Főnök úr, még két poharat. Igen. Elakadt a kocsink. A feleségemet viszem kifelé. A gyermekeket már elhelyeztem Linzben. Most utánok viszem az édesanyjukat. Persze, ez csak átmenet. Fehérvár egy-kettő gazdát cserél, kérem. Szolgálhatok? Fehérvár, ugyan kérem. Győr alatt áll. Mondj, győr alatt. Igen. Belső lázam van. Belső remegésem. Talán lenne szíves egy teát. Hogy én győr alatt? Délután erről még szó se volt. Győrből jövünk. Győr? Kérem én megmondom, én jogi ember vagyok, már csak a nyugdíjba helyezésemet várom, én... És oda nyomorult pánikezik! De hiszen én is azt mondom, átmeneti helyzet. Az újabb offenzíva 100%-osan sikert ígér. Moment, moment. Ha megengedi, kegyelmes asszonyom, én átadnám a tejámat. Ó, köszönöm. A belső remegés. Rumot isznak? Kérek egy pohárral. Nekem ugyanis a vérnyomásom miatt rumot nem is szabad, csak teát. Moment! A kislányom zongorázik. Hál' Istennek van odafelé zongora. A kislányom, bocsánat, kérek. Megyek. Jó éjszakát, kedves mindjájuknak. Jó éjszakát. A hóhír kolléga berezelt. Én hölgyek társaságában óvakodnék az ilyen kifejezésekről. Én meg tábornok létemre nem destruálnék. Mindjájunk egészségére. Egészségre. Vezérőrnagy úrnak alázatosan jelentem, a kereket kicseréltük. További útra készen állunk. Igen, hát ez pompás, akkor mehetünk is. Hadd azt a rumot, Mária. Fizetni? Fizetni, halló? Ha megengedik, a vendégeink voltak. Igen? Hát akkor további jó szórakozás. Köszönjük a szívességüket. Jó éjszakát. Jogom lett volna itt a helyszínen felkoncolni. Egy vezérőr nagyot, az Úristent.
Mindenkit! Elég volt már a szellőztetésből. Ez a szél kiviszi a lelkünket is. Rácsukom az ablaktáblát. Megy én. Jól kifagyott ez a söntés. És odabent sincs meleg. Aranka néniék nyugodtan lefekhetnek. Vagy én rendet rakok. Úgy sem megy az alvás. Mert volt kóros vagy, mire gondolsz megint? Mitől olyan boldog az arcod? Na, gyerek, jó éjszakát, jó éjszakát. Vigyázz az elsötétítésre. Odakint tisztán süt a hold. Kiválasztotta magának az útkanyart. Milyen élesen világítja. Úgy hajlik ott az út, mintha magához ölelne valamit. Kell is, mert a fák, mintha előre nyújtanák a karjukat, hogy fussanak. Nyugodt vagyok. Nem félek semmitől. Az a fontos, hogy csend van. Én nem is tudom, hol van ez a csend, de van. Végre, végre csend. És az olyan, mintha sütne a nap. Az ember elindul egy kis ösvényen, és a tarkóját melegíti a nap. Ott. Ahol a kontyom lehetne. Aztán igyekez, kislányom, nem jó szem előtt lenni, siess. Jó alvást, mert ez a legfontosabb. Siess. Nem mondtam, hogy szép álmokat, mert szép álmok mostanában nincsenek. Mennyi mocskos pohár maradt itt utánok. Mindegyiken a szájuk nyoma. A mocskos szájuk nyoma. És ez ott marad az égen, a csillagokon. A mocskos szájuk nyoma. Kisebesedik tőle az ember füle. Az ember lelke. Záróra kérem, nincs kiszolgálás. Megmondtam, kérem, záróra, nem hallja? Lármát csapok, ide figyeljen. Sanyi! Te vagy az várnyitok! Édesem! Édesem! Hát megkaptad az üzenetet, hazajöttél. Igen, hazajöttem. Leszereltél. Anyámék? A lakást elvették, itt vannak a söntés mögött a kis raktárban. Ide költöztettek minket. Nem még vissza. Hogy bajt hozzak rátok. Felhúznak a legelső fára, kiirtják a hozzátartozókat. Már a kutyákban sem bíznak, ők szimatolnak maguk. Minden házat átfésülnek, bebújnak a kanálisba, szeretik ezt. Csak ezt szeretik az embervadászatot. Itt nem maradhatok. Majd én elbújtatlak. Elbújtatsz? Engem? Te? Te kis bárány felhő. Csak az emlékben hiszek, abban, ami nincs közel, amit nem lehet megfogni. Hiszek abban, hogy a fűben feküdtünk egymás mellett, és odafenn szaladtak a felhők. Nem hiszek semmi másban. Ezek kicsoda? Ezek végrehajtják a parancsot. Ezek zsíros szárnyunk az égen. Nem érzed, hogy minden rumszagú és fokhagymaszagú? De a jó erős szél eltakarít mindent. Kegyetlenül eltakarít mindent. Anyáméktól annyiszor elbúcsúztam gondolatban. Tőled nem sikerült. El kellett jönnöm, hogy lássalak. Akármi történik,
itt vagyok. Téged még látni akartalak. Látsz is. Minden nap. Itt maradsz. Elbújtatlak. Majd beadom az ennivalót, és azt mondom, jöjj itt vágyat, kívánok. És azt mondom, már csak 20 nap, már csak 15 nap, már csak 5 nap van hátra. És egy nap kinyitom az ajtót. Sarkig kinyitom, és azt mondom, tessék kisétálni, süt a nap. Nincs légriadó, a kávét szűrve vagy habba tetszik parancsolni. Nincs háború. És a hóvér is kiköltözött a házból, meg az úr a számon kérő széktől. Arra akarlak kérni. Azt szeretném. Most arra akarok kérni, amire még nem kértelek soha. Nem lehet. Talán nem is látjuk egymást több, és azt mondod, nem lehet. Nem akarod, hogy így vigyelek el magamban. Mitől félsz? Mit szégyelsz? Én ezt soha senki előtt nem szégyelném. Attól félsz, hogy gyereked lesz. Szeretnék gyereket tőled. Hát, hogy én mégse jöhetek vissza, akkor legalább lesz valaki. Igaz, nem értenék. Meghurcolnám. Bemegyünk anyámikhoz, és megmondom neki. Nem mit sehova. Jobb, ha az édesapád nem tudja, hogy itt vagy. Én iszonyatom és félek. Én most nem tudok szeretni. Ezek megölték az apámat, és meg akarnak gyilkolni téged. És még sincs senki körülöttünk, nem érted? Minket senki sem választhat el egymástól ebben a pillanatban. Szeretném látni őket sorba kiterítve. Add ide az eltávozási cédulát. Minek az neked? Add csak ide. Én ezt most szépen ketté szakítom. Bolond vagy? Bolond. De most már nincs papírod. Most már ide kötöztelek. Most már nem mehetsz vissza hozzájuk. Megmaradsz nekem. Mi van ezen nevetni? Az a cédula. Az az eltávozási cédula. 2 napja lejárt. Unalmas ez a hepaj, hogy miért nem a városban szálltam meg. Az ember itt kimarad mindenből. Lelket se látni az egész környéket. Holnap már a nyomdát is költöztetik. Azokkal a baromi nagy rotációsokkal kezdik. Lefogadom az úton, ripityára megy az egész. És hogy mi hol csinálunk újságot, és milyen... És mikor... Átmentélek, kérlek, átmentélek. Folyton ezt a szecskát. Én a magam részéről már nem is bánnék egy kis mozgást. Csak itt ne felejtsenek minket. Hanem a rumnak már az aljára értünk. Hello, főnök úr! Hello, főnök úr! Uh-huh. Ennek aztán hallózhatsz. Megfigyeltem, mostanában már oda se fütyül. Lehet, hogy a szajrét csomagolja. Útra készen. Vagy éppen ellenkezőleg. Azt várja, hogy mi csomagoljunk. Nem érte, hogy miért várná olyan nagyon. Újabban már gyűrűvel, cigarettatárcával fizet. Nem erről van itt szó. Ez azért várja, hogy mi innen továbbálljunk, mert a fiát reggel készültség kereste. Meglépett az alakulattól. Nekem is jelentették, hogy látták errefele. Hát én meghagytam nekik, hogy ahol meglátják... Rövid utalni. Persze, a mi kocsmárosunk még a fogát is majd lenyelte a nagy tagadásban. Jó estét! Jó estét! Üdvözlöm, kolléga úr! Mi van? Bent járt a városban? Igen. A minisztériumot délután vonatra tették. Lehet,
hogy hamarosan elbúcsúzunk egymástól. És Ausztriában milyen állampolgárokat fog akasztani? Bánatosan jó kedve van, kérem. Mikor lesz itt megállás, és hol? Moment. A kislányom, ő és a zongora. Az egyetlen menedék a család. Az egyetlen. Jó éjszakát. Moment, moment. Ez már járni se bír, annyira begyulladt igazi civil tető. Nem gondolod, hogy nekünk is készülődnünk kellene? Csomagold meg még más. Majd, ha megkapjuk a parancsot. Lesz még idő. Na, egészségünkre. Isten, Isten. Szervusz, Isten, Isten. Arra, hogy nem kell mindjárt begyulladni. Szervusztok! Szervusz! Hány nap? Most már csak 12. Tegnap 14-et mondtál, kettesével számolsz. Nem én. Az idő. És egyszer csak kinyitom az ajtót. A lepecsételt szoba, és senki se tudja, hogy a pecsét mögött az én boldogságom. Jó erre gondolni napközben, és nevetni befelé. Az úr, aki a szökevényekre vadászik, megbökte az államat. Mitől olyan mosolygós maga marcipán galambom? Azt mondtam neki, attól kérem, hogy húsvét hétfő leszek 19. Húsvét hétfő. És mindig éjszaka. Éjszaka jössz, és mindig sötétben, sose látom az arcot. Persze, hogy éjszaka. És az arcomat tudhatod kívülről is. Számolok ezerig, az 15 perc. Aztán 10 000-ig, és még mindig kevés. Újra kezdem. Néha kihallom a lépteidet. 15 könnyű koppanás. Csend. 22 gyors koppanás. Dupla csend. Ismered a morzét? Honnan ismerném? Gyors, pici koppanások. Ugye te is üzenni akarsz velük? Ha váratlanul szaladni kezdek, akkor igen. Akkor azt mondom, jó hír, múlik az idő. Egyszerre két idő múlik, és nem tudom, melyik az enyém. De mindegy. Az enyém vagy az én kicsi felségem. Ez volt az utolsó kívánságom. Bolond vagy. Nem beszélsz okos dolgot. Azért vagyok a tiéd, mert megmaradsz nekem. Honnét tudod? Hallgasd az ágyukat. És észrevesznek, ha rám törik az ajtót. Nekem higgy, ne a félelemnek. Én a tiéd vagyok. Élő emberé vagyok. Itt az ablak. Ha valami baj van, kiugrasz. A fészedben a hektos hordó, jobban tudod, mint én. Te sose félsz. Mostanában soha. Most mire gondolsz? Ma még meg sem csókoltál. Egyszerre forró a szád, meg hűvös is. Félsz? Nem félek, mert szeretlek. Más nem fér a szívemben. 5 nap óta nem láttam az arcod. Látni akarom az arcodat egy pillanatra, egyetlen pillanatra. Most nem lehet. Hogy gondolhassak rá, hogy láthassam nappal,
lehúny szemmel. Ezt a mostani arcodat akarom látni. Fújd el szívem. Mindjárt. Csak még egy perc, hadd nézel. Fújd el. Tíz perc hiány éjfél, szellemek órája. A hold is elbújt, micsoda sötét. A sötétséget nem látni mégis van, és a sötétben világos tárgyak vannak, de azokat se látni. A sötétnek az a tulajdonsága, hogy mindent, ami nem tiltakozik ellene, menthetetlenül magába olvaszt. Azelőtt a légi riadós idők előtt ide világított a város, mint egy fényes bogár. Kisváros, igaz, nincsenek is valódi fényei, de azért világított. És látni lehetett, ahogy a hegyoldalban, a szőlősoron egymás után kialusznak a villanyok. Nekem ez sokat mondott. Én tudtam jól, kibújik ilyenkor az asszonya mellé jó forróságszagú ölelkezésre. Még az ágyrecsegést is hallottam. Hallottam én azt a nem létező fülemmel. De most valódi szem se lát semmit. Ágyoznak. Nem is olyan messziről. A légvédelmi ágyuk meg éppenséggel vakkantanak. Jobb is visszahúzódni a melegbe. Soha még ilyen szélviharokkal nem jött a tavasz. Igaz, a vajudó anya is nyugdíjcsel kiáltozik. Tiszta, jószagú, havas csapása van a szélnek. Mondják, az árokások közül sokan odalettek, megfagytak. Mert kérem, épül a nagy védvonal, jó félesztendeje, de épül. Itt megállítjuk őket, ha másut nem. Itt, az ország határán azt mondjuk, ne tovább. Legalábbis így írja az újság. Csupa nagybetű. Igaz, hogy Győr is elesett. Én nem tudok semmit, én nem hallottam semmit. Ha valaki kérdi, az egészről egy pisz se tudok. Állítólag a debreceni rádió mondta volna be, hogy véletlenül arra csavart magam, de nem jól lehetett hallani, és amit Debrecenben mondanak, ugyanna, ha valaki a helyén marad, hát az én leszek. Nagy szó, a nyugdíj jogosultság. Meg aztán kis ember vagyok én. Nem ilyen kis ember. Ha ebben a tök sötétben kis fény gyulladt valahol. Mi a szentség? A piros oroszlán emeletén? A nagy szobában? De jó ég még! Meglátják ezt az ellenséges repülők. De hát az a lepecsételt szoba, és ott nem lehet senki. Vagy aki ott van, nem tudja, hogy az ablakon nincs légópapír, vagyis idegen lehet, vagyis betörő. Ez nem mindegy.
Szólni kell, mert más is észreveszi, és engem simán kinyírnak. Most rohanhatok ebben az Isten verte szélben, szedhetem a lábam. Csoda, hogy az ember előveszi a szaggatását. Miért kellett nekem most ébren lenni? Miért nem dögöltem a vackon? Jaj, a fölfázás! Halló! Emberek! Halló! Valaki jár az emeleten! Valaki jár az emeleten! Új, értem, ne lasszak, új! Mit mocorogsz? Én rendes magyar ember vagyok, és a fiam a tűzvonalban megteszi a magáit. Ki az? Ki lehet az? Ébredj! Verik az ajtót! De jó Isten! Én nem nyitok! Mi az a lárma? Mi van? Istenre? Várj csak! Mit arra bőlik? Majd én! Ki négy? Vagy inkább küldjük Violát! Igaz is! Viola! Miért? Hol van Viola? Nincs a helyén! Hol kújtorog ez a lány? Nyitom már! Nyitom! Hagyjam el, ha meg fog el emberi! Nyugalom, nyugalom! Csőre töltöttem! Most már bátran kinyithatja! Na végre! Belép vagy a szusz, kérem szépen! A lepecsételt szoba! Ha jól nézem, ez az útkaparó barátunk innen a szomszédból, igaz? Egyszerre kérem, a lepecsételt szobában világossá, mint egy arany szeplő kigyulladt a villa. Micsoda? Nem a szansz beszél ebből? Na, lépjen beljebb! Kimegy a fény! Moment! Én nyugi ember vagyok. Részeg vagy nem részeg? Mit látott maga? Istenem, az ember végre lehúnya a szemét, és akkor kirángatják az első alvásból. Mindjárt fölmégy, édes fiam, mindjárt. Berúgtál, te állat, te útkaparó állat. Sajnos én a lehető legjózanabb vagyok. Hagyja! Főleg kupicával, tessék! Nem állt, na, beszélj végre. Mondom, ahogy nézem a sötétséget, kilökődik rajta egy kis fényesség, égetett maga körül. Valaki gyufát vagy micsodát gyújtotta a lepecsételt szobában, ahol két hónap óta nincs senki. Hol a férje? Öltözik. Öltözik? Mi a maga férje? Szűzlány, hogy öltözik? Küldje ide azonnal. Velem aztán így ne beszélj, mert én se cselédje, se alárendeltje nem vagyok. Világéletemben rendes dolgosasszony voltam, és úgy is bántak velem. Na, majd meglátjuk, milyen rendes dolgosasszony maga. Tessék csak szólni a férjének. Üldöm, na! Nem butatol vagy, fosztogatja a kincses kamrát. Ti világítások? Nem hiszem. Minden kiderül. Van fegyvere, Tulipán úr? Hogyne volna. Azt hittem, csak kötéllel dolgozik. Én a feleségemet minden esetre... Na menj, fiam, feküdj le. Menj. Egyelőre mindenki itt marad. Micsoda jogon rendelkezik velünk? Én igazságügyi személy vagyok. Ez most az én hatásköröm. Mindenki itt marad. Mikor látta maga azt a világosságot? Az imént, tisztelettel az imént, csak átlökte magát a sötéten, aztán semmi, mint a hulló csillag. Utána megint a vaksötét. Azt hittem, feltámadt a pirosra, aztán ő járkál oda fent. Nem mól és maga, öreg? Én? Hát, tessék. Ne leheljen, marha! Tessék parancsolni velem. Aranka, te feküdj le. Mindenki itt marad. Kivétel nélkül. Most adj el, öreg, még egyszer, de egész pontosan. Mit látott, mikor látta, hol látta, de minden szavára vigyázzon, mert tudja, hogy mi nem tréfálunk. Kimentem az udvarra egy kicsit levegőzni, már csak az asztmám miatt is, mert az első háborúban átlőtték a tüdőmet. Nem látom azt a kis rokonlányt. Hol van? No, hát éppen akartam mondani, már én is kerestem, nincs a hely. Itt vagyok, kérem. Vagyis, amint állok az udvaron, látom, hogy valami lobban egyet az emeleti szobában. Ennyi az egész. Azt mondja, a gazdája nem volt a helyén. Merre járt? A helyemen voltam, kérem, aludtam. Csak erre ébredtem erre a lármára. A gazdája azt állítja, hogy kereste magát. Kérem, nekem külön helyem van hátul. Pokróccal elkülönöztök azt a helyet. Természetes is fiatal lány, nem alhat egy szobába velünk, így aztán a férjem nem tudhatja, hogy ott volt-e vagy se. Csak beszél, jár a szája. Maga is hallgasson. Ide figyeljen, Tulipán ura. Maga is két barátom, átfésülük a házat. Majd megtaláljuk mi azt a piros oroszlánt. Na, igenis.
Én pedig megnézem magamnak azt a lepecsételt szobát. Ne tessék felmenni! Hogy? Micsoda? Én voltam odafenn. Maga? És mit keresett ott? Semmit. Mit keresett maga odafenn? Mi? Figyelmeztetem engem, nem lehet megfirkálni. Mi dolga volt abban a lepecsételt szobában? Szajréztál valamit? Így nem beszélhet ezzel a lányjal! Tisztességes lány! Hadi járva! Ne szólj közbe, aranka könyörgöm! Kérlek! Na, üljön le szépen, kisasszony. Azért én mégis felnézek. Tulipán úr, majd ügyel a társaságra. Tartsa egy kicsit magasabbra azt a stukkert, kolléga úr. Mindjárt jövök. Miket haricsánztét? Össze-vissza, te szerencsétlen! Ezek felkoncolnak. Most már egészen mindegy, hogy mit mondtam. Neked mindegy, te oldkóros. De minket a fal állítanak eféle szütte. Ezt tessék elmondani annak az úrnak. Mi a mindenit? A kisasszony nem tolvaj. Mi a Isten kellett nekem bolázni? A pecsétet letörték. A szobában senki. Senki. Szóval maga volt az. Mit akart abban a szobában? Beszéljen, mert magába eresztek egy sorozatot. Ne forgassa azt a búzakék szemét, engem nem tud meghatni. Hol a fiú? Kiugrott az ablakon, igaz? Nem tudok semmi fiúról. Összekötöm a kezed és kiviszlek a ház mögé. Vihet, ahova akar. Kérem szépen, a lány egy kicsit habókos. Túlságosan finom az idegzete, kérem. Ennek gyerekkorában látomásai voltak. Még a püspökhöz is elvitték. Igen, kisasszonyokat láttam, fodros narancsszínű ruhában, és hófehér szamarakon ültek. Elég volt a hantából. Na, gyerünk. Na, mi nem beszélsz, kicsikém? Na! Hát nem nyomhatja a te lelkedet főbejáró bűn. Kíváncsi voltál, na! Az úréknak rengeteg mindenféle holmia van odafenn, aztán gondolom, hogy ez a lány... Szóval te nem láttál itt semmiféle katona szökevényt. Nem láttad, nem beszéltél vele. Nem adtál neki ennivalót. Hát igen, akartam egy ruhát magamnak, a láda meg a szekrény tel is tele ruhákkal. És szombaton bál lett a városházán, hát oda kellett a ruha. A bál miatt. Igen, a bál miatt. Meghívott egy zászlós. Tetszik nekem a fiú, mert szőke, és zsánerem a szőke. Az udvaron senki, a fészer is üres. Leverte a pecsétet egy ruha miatt. Ilyen hiú maga, csibikém. Mielőtt a frontra megy, táncolni szeretne velem. Tetszik látni, ezek a buta, megveszekedett gyukok. Szobákban senki! Bocsánatot kérek, de engem van. Váratlanul felébresztenek, előre ez a szép. Jaj, sajnos agyvérszegénység, az uramat gyakran előveti, már injekciót szokott kapni rá. Ruha bicsvene, kérem! Az ügy olyan bagatell. Azt hiszem, mehetünk aludni, kérem, gyere. Csak teselek. Szóval te, picikém, úgyis, mint hadiárva, szajrézni akartál. Engem két ruha izgatott, kérem. Egy ciklámen színű és egy enciánkék. Semmi más. A lelküket odaadják egy rongyért, a tisztességüket. Idáig jutottunk a háborúba. Egy kiló zsírért tisztes úri nők is kaphatók, két kiló zsírért az úri nők leányai, három kiló zsírért kérem tisztelettel, kuss! Maguk most szépen bevonulnak az én szobámba. Az ablakon tisztességes rács, a tölcsfajtón vaspánt. Én meg kihívom a készültséget. Azt mondd meg, hol áldogtad a fiadat? A fiamat? Nem tudok én a fiamról semmit. Kérem, könyörgök testvér, a fiamról hetek óta semmi ír, se levél, se üzenet, semmi. Hajnalig van idő. Mozgassa meg azt a lassú járatú agyát. Na, indulás. És mindig csak én előttem. Mindig csak én előttem. Fél három. Már jó egy órája elment a készültségére rohadt.
És ezt a szobát jól kiválasztotta. Farkas, ez nem ember. Sanyiról beszélt? Egyik este készültség kereste. Azt mondták, katona szökevény. És hogy nekem tudnom kell, merre van, mert látták erre felé. Nem szóltál. Minek? Odaállít a falhoz és kész. Vége. Te Viola, te nem a ruhák miatt jártál oda fönn. Mit kerestél? Szombaton este bál lesz. Hallottam. A víz alatt. Föld alatt. Valamit ki kellene találni. Azt a lopást úgy se veszi be. Arcába nézenek a lánynak, és nem hiszi. Viola, te beszéltél vele. Találkoztatok? Igen. Szócs sem, Viola. De. Mert ha például azt mondanád, hogy a fiú itt járt, de aztán nem tudod hová, merre ment. Miért mondjam, hogy itt járt, amikor nem járt itt? Hogy húzzuk az időt, te halványkék hülye! Nekünk most az a fontos kijutni ebből a szobából. Nem akarok meghalni! Nincs hozzá hangulatom! Élni akarok! Élni fogsz, na! Ne nyűszíts! Te mindig jó kislányka voltál, Viola. És hálás természeti vagy, jól tudom én. Ide vettünk magunkhoz, nem azt láttuk benned, hogy idegen vagy. Hát mondd azt nekik, hogy a Sanyi itt volt, ő törte le a pecsétet, el akart bújni, és hogy te elküldted. Mert a ház tele van ezekkel az urakkal. Azt mondtad neki, ez a hely nem biztonságos, igen, ez így nagyon valószínű. Ezt el lehet hinni, és azt is elmondod, hogy mi nem tudunk az egészről semmit. A kettő több dolga volt. Ezek ők. Megjöttek a kutyákkal. De jó Isten! Ezek most kínozni fognak, összevernek, kiverik a szememet. Nektek könnyűti asszonyok vagytok, de én! Először a férfit veszik elő! Nem szégyeled magad! Ijeszteget, ennyi az egész! Nem fontos nekik, Sanyi. Hallod az ágyukat? Hát ők is hallják! Nem az ember kell nekik, rabolni akarnak. De mit akarnak tőlem? Én mindig megtettem a magamét, én nem okoztam bánatot senkinek. Én soha senkit nem bántottam. Én mindenkihez jó voltam. Úgy légy jó az emberekhez, hogy holtuk után is megállhass előttük. Jó, talán igazad van. Talán csak ijeszteget. Hát ott a lepecsételt szoba vigyen el mindent, bánom is én. Nem vagyok én házőrző kutya, igaz? Ha ezek Sanyit keresik rajtam, akkor Sanyi él. Ha nem fogom a fiamat feladni, de valamit mégis kellene tenni, valamit mondani kellene nekik, amivel átejthetjük őket, vagy húzni kell az időt. Violka édes, csak neked hisznek. Persze, ha okos leszel, te megtetszettél annak a privéknek. Téged majd nem bánt. Legfeljebb lefekszik veled. Fogd be a szád, te nyomorult! Ezzel az emberrel élek én 25 éve! Igenis, Violának beszélni kell. Ti kell, hogy nyissa a száját. Itt volt a Sanyi? Mi történhet vele? Bottal üthetik a nyomát, de nekünk, ha nem beszélünk, ez lesz az utolsó éjszakánk, hát mondj nekik egy irányt, erre és erre ment, és erre keressék, hát úgy se keresik. Ha tudná, megmondaná, ugye? Fogd be a szád! De én nem mondok semmit. Te szemét! Így beszélünk egy magyar úri kislányra. Egy kis begyes tündérkével. Kellemes fiúk a barátaim. Mesterlövészek. Szép csípős a hajnal. Nem sokára világosodik. Gyerünk lefelé. Indulás. Na, indulás. A
pecsételt szoba, hogy mi minden gyűjtögettek össze. Az Isten se győzi a cipekedét. Leszakadom ezt! Na, tisztelt vendéglátó uram még! Foglaljanak csak helyet! Hol mit felrakták a kocsira? Jaj, megint elfog ez a nyomorult szétülés! A nyomorúságos szoknokot nem tettél össze semmit! De hogy nem érjük! Csendet kérek! Mit kell ezekkel annyit vacakolni? A tisztelt kocsmáros úr meg a felesége, és ez a kis marcipán galamb, miközben a nemzet vérzik, ők katonaszökevényeket, hazaárulókat rejtegetnek. Nem tudok semmit! Itt bujkál valahol a fia. Még egyszer megkérdezem, hová dugta? Nem csinálunk vele semmit. Visszaküldjük a frontra. Na! Na, ugye megmondtam, nem esik baja. Beszélj, Viola, beszélj! Mit mondjak, nem találkoztam vele. Mi volt ez? Mi volt ez? Semmi, Marci, hangolom. Kedves kollégám! Tessék! Mi volt az? Az előbb mi volt az? Nőket ritkán akasztott, ugye? Ezt a lányt magára bízom. Van róla írás? Miről? Az ítéletről. Én magyar királyi ítélet végrehajtó vagyok, és ha nincs ítélet, nem hajtok végre semmit. Ítélet nélkül nem akasztok. Mit beszélsz, te ökör? A kálvárián is a róka leszel, oroszok! Akkor indulás. Lakocsváros uram ezúttal megúszta, ha nem is egészen. Te meg kis szenten, mindjárt megtudod, hogy kit rejtegettél. Elmentek. Vége. Jaj nekem. Jaj nekem. Mit jajgatsz? Élünk! Isten, nincs nálam tükör. Kótos vagyok, rendetlen illáson, amikor belép. Mégiscsak ő nyitja ki az ajtót nekünk. Világosodik. Sanyi, előjöhetsz, elmentek, eltakarodtak. Nem hallja, megyek elébe. Itt fekszik a küszöbben. Itt fekszik a küszöben. De ez nem lehet ő. Én élőt rejtegettem. Én élőt rejtegettem! Kedves hallgatóink, Vészi Endre a Piros Oroszlán című rádiójátékát hallották. Ismertetjük a szereposztást. A kocsmáros Mányai Lajos. A felesége Ladomerszki Margit. Sanyi a fiúk Szabó Gyula. Viola Vas Éva. Útkaparó Bihari József. A tábornok Egri István. A felesége Simor Erzsi. Ítélet végrehajtó Gregus Zoltán. A felesége Pádua Ildikó. Három különös vendég Sós Lajos, Hindi Sándor, Őze Lajos. Technikai rendező Trost Margit. Rendezte Varga Géza.